A Pentagon újra gondolja az ukrán hadsereg lőszerigényét, miután a háborúban hihetetlen ütemben fogy el a lőszer. Ennek keretében az Egyesült Államok gyorsítja a 155 mm-es tüzérségi lövedékek gyártását Ukrajna és Izrael támogatására egyaránt. Douglas R. Bush, az amerikai hadsereg logisztikai és technológiai helyettes államtitkára elmondta, a Pentagon célja, hogy 2025 végére elérje a havi 100 ezer lövedék gyártását a jelenlegi havi 30 ezer lövedékkel szemben. A szakértők megjegyzik, hogy a cirkálórakéták, a harci drónok és a páncélozott járművek fontos szerepe ellenére a tüzérség az, amely mindkét hadsereg gerincének bizonyult.